Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a teremtetben. Kedves testvéreim, ezt a Szent Misét hogy Juditért és Rozália lelküdvért ajánlom föl. Szent Imre herceg ünnepe van Magyarország, a Magyar Ifjúság egyik nagy jelentőségű szentje, a Magyar Ifjúság védőszentje. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelsük az Úr szent titkait. Jónom, a mindenható Isten, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságoshoz, minden korszint Máriát, az összes hangyalokat és szenteket, Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön égesség az jóakaratú embereknek. Dicsőjünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Thank you.
Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Imrét tündöklő ifjúságában emelted szentjeid társaságába, miután sugallatodra neked szentelte életét. Engedd, hogy mindenkor közben járó segítőnk legyen nálad, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmánya bölcsesség könyvéből. Az igaz ember akkor is elnyeri a teljes boldogságot, ha fiatalon ragadja el a halál. Az emberi élet értékét ugyanis nem a hosszú öregkor adja meg, és nem az évek számával mérik az érdemét. A lelki bölcsesség az igazi őszhaj, a fedhetetlen tiszta élet az igazi örökség. Az Isten kedvét találta benne, szerette és magához vette őt a bűnösök közül, akiknek körében élt. Kiragadta őt közülük, hogy a gonoszság meg ne roncsa gondolkodását, és a hamisság meg ne fertőzze lelkét. A bűnös élet káprázata ugyanis elvakít, hogy ne lássuk a jót. A szenvedély szédülete elsodorja az ártatlan lelket. Fiatalon halt meg, mégis teljes életpályát futott be. Lelke kedves volt az Isten előtt, ezért Isten sietve kimentette őt a bűnösök közül. Az emberek látják ezt, de nem értik, és szívükben sem érzik, hogy Isten jóságos és irgalmas szentjeihez és választottainak életére gondot visel. Az elhunyt igaz elítéli az életben maradt gonoszokat. A hamar tökéletessé lett ifjúkor pedig a bűnös életét. Látják ugyanis a bölcsnek végét, de nem értik, mit rendelt felőle az Úr, és miért helyezte őt az Úr biztonságba. Ez az Isten igéje. Én, Uram Istenem, taníts meg tetszésed szerint éldem. Én, Uram Istenem, taníts meg tetszésed szerint éldem. Hogyan tisztíthatja meg útját az ifjú, úgy, hogy megtartja tanításodat. Egész szívemből téged kereslek, ne engedd, hogy parancsaidtól eltérjek. Szállnak minden rendelését.
Legyen veletek! És a veletekben! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Bizonyosségnek Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Legyen a csípőtök fölövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a mennyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál neki. És ha a második vagy a harmadik örváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg, ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni a házába. Éberen várjátok tehát az emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok. Ezek az evangéliumai. Kedves testvéreim! Mai evangélium nagyon komoly figyelmeztetés a számunkra, hogy álljunk mindenkor készen az Úrnak az érkezésére. Talán nem véletlenül nyilván Szent Imrének a életpéldája indokolja, hogy ezt a figyelmeztetést a mai ünnepen hallgassuk. Hiszen ő volt az, aki ifjúságának a virágkorában, amikor kész volt arra, hogy az országot majd kormányozza, Szent István művét átvegye, és azt a munkálkodást, amit Szent István elkezdett, tovább folytassa, akkor történt vele az a megrendítő baleset, ami után befejeződött földi élete, és egészen megváltozott mindaz, ami addig elképzelés volt emberileg. Akár Szent István számára, akár úgy általában, ha ezt úgy emberileg látjuk. Jézusnak a figyelmeztetése szól, hogy az Úr bármikor érkezhet, és ez egy éber várakozást kíván tőlünk. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a mennyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Olyan helyzetről beszél itt most Jézus, hogy az Úr elment valahová, távoli helyre, és a szolgák, akik otthon vannak, azok éberek várakoznak az érkezésére. Az alvó ember nem tud így várakozni, az eloltja a lámpáját. Aki viszont ébren várakozik, az égve tartja a világosságot, mint égő gyertya, világítés várakozik. Egyfajta készenlét, mert bármikor megérkezhet az Ura, és akkor rendelkezésére akar állni, hiszen rábízta egész házát, minden ügyének az intézését. És nagyon gazdag jutalom vár arra, aki ilyen módon várakozik, akit így talál hazérkező Ura. Ő lakomán látja vendégül, körüljár, felszolgál neki. Meglepő az Úrnak ez a magatartása, gondolkodás módja. Nyilvánvalóan ez már nem az általában az Urakról szól, hanem arról, ahogyan Jézus ott van övéi mellett, hogyan Jézus a saját életét az övének a szolgálatára rendel. És hasonlóan ilyen váratlan érkezésre figyelmeztet a másik példa is, amikor a házigazda, ha tudná, hogy melyik órában érkezik a tolvaj, akkor éberen várakozna.
Ez is egy olyan dolog, amire nem lehet tulajdonképpen fölkészülni, de valamiképpen mindig számolni kell vele. És hogyha így gondolkodik, így várakozik a hívő ember Jézus érkezésére, akkor ebben a készenlétben számíthat arra a jóságra, szeretetre, hogyan Jézus övéit, övének a szeretetét megmutatja. Szent Imrének a példája még egy további kérdést is felvethet. Ő, aki példás volt abban, hogy hogyan éli meg a hitét, hogyan éli meg azt, hogy Jézushoz tartozik, az életét Jézus elgondolása szerint rendezze. Példás volt az imádságban, az emberi kapcsolataiban, a szolgálatában, a hűségében, a hatalomnak a gyakorlásában. És hogyan lehet az, hogy pont egy ilyen ember ér egy ilyen baleset, mintha az Úr nem védte volna meg. Nyilván nem erről van szó, de az ő élete, illetve tragikus halála figyelmeztetés, hogy azért, mert valaki mondjuk ilyen életet él, azért még érhetik ilyen súlyos csapások, ilyen megrendítő dolgok. És hogy ilyen körülmények között nem veszíti el az ember a hitét, a bizalmát, arra példa Szent István király, aki mikor Imrét eltemeti, és utána keresi az ország jövőjének a sorsát, akkor Máriában kér és talál pártfogót, segítőt népünk, nemzetünk számára. Ez a fajta gondolkodásmód, ez a fajta hozzáállás fontos lehet a számunkra is, hogy amikor ilyen csapásokat elszenvedünk, ilyen megpróbáltatásokat átélünk, akkor nem elveszítjük a hitünket, hanem még inkább megerősítjük, hogyan tartozunk Istenhez. Remélve azt, hogy szeretetet, pártfogást kapunk azoktól, akiket példaképpel állított elénk. Ilyen példaképet látunk a szentekben, ilyen közbenjárat látunk az ő édesanyjában. Ezzel a bizalommal fogadjuk el életünknek a megpróbáltatásait, és lehetünk biztosak abban, hogy Isten nem magunkra vagy, hanem ilyen körülmények között is hűséges lesz hozzánk, és megadja mindazt, amire szükségünk van. Amen. Testvéreim, kérjük Istenünket, hogy Szent Imrének a magyar ifjúság első virágának közbenjárására hallgassa meg imádságunkat. Hogy főpásztoraink és papjaink ébren tartsák ifjúságunkban az igaz lelkűség és a tiszta élet szeretetét. Hogy ifjúságunk Szent Imre példáján nevelődjék műveltségre és munkás életre. Hogy mindnyájan kövessük Szent Imrét egyházunk és hazánk szeretetében. Hogy egyház községünk családjai az első szent magyar családban lássanak példaképet. Hogy az életük virágjában elhunyt ifjú testvéreink örök boldogságra jussanak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, mesd meg ifjúságunkat a bűnkáprázatától és a szenvedély mámorától, hogy tiszta elmével megismerje az igazat és bátor lélekkel kövesse a jót, biztos a mikorunk által.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen mindenható Atya Isten előtt. Áldozati adományunk felajánlása, Istenünk, tisztítson meg minket minden bűntől, hogy Szent Imre herceg közbenjárás által, akinek ünnepét üljük, jussunk el a mennyei hazam örökségébe, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a szeretetével. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, kit szentjének serege áld és ünnepel, mert megkoronázott bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, és mert egy családba tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy fölbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus, ami Urunk által. Ezért az angyalok és főangyalok seregével, a szentek hatalmas kórusával együtt dicséretet, himnuszát mondjuk, és vég nélkül zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt a adományt, áradd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezé vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Sora után ugyanígy kezé vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka. Halálodat érdekelünk, és hitel vagyunk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjts egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben. Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Lékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokra, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására.
Könyörjük kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az jegyesével, a Szent Apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesére essünk az örök életnek, és dicsőít magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzunk együtt, ahogyan Jézus tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom néktek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, ki az és uralkodó, mind örökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És az Úr. Ingesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok virtú, hogy hajléluma jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulnak. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, Úr Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, Ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is.
Amen. Gyerekünk, Istenünk, védd meg népedet minden bajtól, hogy Szent Imre közbenjárásával el tudjuk kerülni a jelen élet veszélyeit, és az eljövendő örök dicsőséget megérdemeljük Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek. Amen. Szent mise véget ért, menjetek békével. So